Sziasztok! Hoztam nektek a heti jóslatot a szeptember 25-től október 1-ig tartó időszakra. A kosoknak a botok királyát húztam, az érmék királyát és a botok négyest. Udvari lapokat kaptunk, ami azt jelöli, hogy a pozíciódat destabilizálhatod mind anyagi téren, mind lelki szinten egyaránt. Az is lehet, hogy olyan pártfogók, magas pozíciójú emberek vesznek körül, akik segíthetnek, támogathatnak téged. Jó társaságot látunk, tüzes hangulatot. Te is lelkes vagy, motivált, tele tűzzel, energiával, egyfajta lendület lesz ezen a héten, és ott az egyensúly. Akár főnöki pozíciót is mutathatnak a lapok, hogyha munkában szeretnél változtatni, akár egy magasabb pozíció, egy vállalkozás, egyfajta szakmai önállóság, ami megmutatkozik, és az anyagi stabilitás. Ha párkapcsolatot keresel, a kártyáim azt üzenik neked, hogy nyiss, menj társaságba, ami meg is lesz, és lesz választásod, hiszen két személy is megjelenhet az életedbe, egy tüzes, illetve egy földjegyű, aki számodra megfelelő lehet. Mind anyagi, mind lelki szinten stabilitást mutatnak a lapok. A botok négyes pedig egy biztonságos környezetet, jó embereket, akár munkahelyen, családban, ahol jól érzed magad, béke van a képen, az emberek mosolyognak az utolsó tarólapon, egyfajta nyitottság, biztonság van a képen, valamit ünnepelnek, az is lehet, hogy társaságba mész, és jól érzed magad. Akár párkapcsolatban, akár munkaterén örömöket, sikert mutatnak a lapok. A bikáknak az uralkodónőt kaptuk, a kelyhek ászát és a kardok négyest. Az első tarólapon látjuk, hogy az a hölgy biztonságban van, megteremtette a külső-belső biztonságát. Akár te magad is lehetsz, ezen a képen ott van a növekedés, a termékenység, a kiteljesedés, a női energiák. Valami új dolog jövetelét jelzik a kártyák, ami kiszakít a megszokott körülményekből, az érzelmek megújulását mutatja a kelyhek ásza, itt valami elindul. A szerelemben is egy szenvedélyes társ, aki jöhet feléd. Egészség szempontjából a hastájékra kell figyelni. A fizikai síkon akár gyermekszületését, fogantatást is jelenthet ez a lap, termékenységet, bármilyen tekintetben. A kelyhek ásza az érzelmek elindulását, megújulását jelenti. Itt beteljesülés van a középső tarólapon, hiszen látjuk, hogy a díszes kehely túlcsordul, ott van a víz energiája. Az is lehet, hogy valamiből felgyógyulsz. Egy boldog időszak veszi kezdetét érzelmileg, ha esetleg voltak konfliktusok, ott a kibékülés, akár munkában is valami elindulhat, ami számodra értékes. A kardok négyes arra figyelmeztet, hogy ebből az egyensúlyból nem szabad kibillenned. Érdemes most mindent megfontolni, bármilyen lehetőség jön hozzád. Ha úgy érzed, hogy stagnálnál valamiben, akkor is most a türelemre van szükség. Látjuk, hogy az a hölgy védelemben van, olyan, mintha egy kicsit bezárkózna. Hogyha esetleg párkapcsolatot keresel, és valami elindul, ne érezd úgy, hogy megakadtak a dolgok, hanem lassíts egy kicsit. Hallgass nyugodtan a megérzéseidre. Az érzelmek megújulása, a párkapcsolati fejlődés, ami ezen a héten előtérbe kerül neked. Nyugodtan lassíts, és gondold át a dolgokat. Az ikreknek a toronylapját húztam, a kelyhek kettest, és a hold tarólapját. Az első tarólapon látjuk, hogy valami villámcsapásszerűen összeomlik, radikális változás várható, és mivel érzelmes kelyheklapokat kaptunk, az érzelmekben lehet megújulás. Egyfajta felszabadulást látunk a kártyán, arra figyelmeztet a kártya, hogy vigyázni kell, hiszen balesetveszélyes időszak is következhet, vigyázunk a tűzesetekre. Mindenképp áttörés és felszabadulás, egy kitörés látható ezen a tarólapon, ami váratlanul is lehet, kívülről, de akár belülről is jöhet ez a megújulás. Ha valami káoszos volt, akkor most rendet kell teremteni. A szerelemben is
az elengedés, amit szem előtt kell tartani, ha olyan kapcsolatban vagy, vagy veszekedés volt. Egyedülállóknál új párkapcsolatot is jelenthet ez a kártya, hiszen a második tarólap ezt megerősíti. Drasztikus változásokra van szükség, de az érzelmek megújulása az adott, hiszen a kelyhek kettes lapon látjuk, hogy az emberek egymás felé fordulnak, összeadják az energiájukat, ott van a víz, az érzelmek energiája, és valamit közösen létrehoznak. A kettesben mindig van egy választás, egy döntés lehetősége, az is lehet a párkapcsolatot keresel, akkor több jelentkező is lesz. Viszont a hold lapja arra figyelmeztet, hogy valamit még nem látsz tisztán, hallgass a belső megérzésedre. Az is lehet, hogy ha munkában van változás, számodra megfelelő munka, ami tart feléd, egy jó kis csapatmunka, pozitív emberekkel, ahol közös a cselekvés, egyfajta szövetség, egyensúly van, viszont lehet még valami, amiről nem tudsz, hamarosan kiderül. Hiszen a hold lapja mindig egyfajta bizonytalanságot, szorongást is mutathat. A változások rövid időn belül létrejönnek, az érzelmek megújulnak, valamit magad mögött hagysz. Ebben benne van a női termékenység is, az is lehet, hogy a fizikai síkon egy terhesség. A szerelemben, ha bonyolult szerelmi viszony vagy hármas kapcsolat lenne, titkos viszony, azt is felül kell vizsgálni. Akár féltékenységet is jelenthet ez a kártya párkapcsolatban, ami ki fog egyenlítődni. Jöhetnek kívülről jövő váratlan dolgok, nem kell megijedni, időben mindenki tisztázódik, akár munka, akár párkapcsolat területén. A rákoknak a remetét húztam, a főpapnőt és a kelyhe 9-est. A remete tarólapja egyfajta visszavonulást, gondolkodást mutat. Látjuk, hogy az a bölcs ember egyedül van, de nem magányos, bölcs és tisztán lát. Másoknak is utat mutat a lámpásával. Nyugalomban van, akárcsak. A második tarólapon a főpapnő, hatalmas spiritualitás van ezekben a lapokban. Az is lehet, hogy spiritualitásban előrelépsz, valamit tanulsz, és jól tudod alkalmazni. Egyfajta örömöt látunk, megelégedettséget. A főpapnő egy intuitív hölgy, aki felülről vezetett, mediális, türelmes, mindent kivár, figyel a jelekre, gondoskodó. A kártyáim azt üzenik neked, hogy bármibe is akarsz belefogni, itt türelemre van szükség, minden részletet ki kell dolgozni, na végén ott van az öröm és az aratás. A remete és a főpapnő azt tanácsolja, hogy mindenhez időre van szükség, de minden időben érkezik és ki fog kristályosodni. Hallgass az intuíciódra, és használd a nőiességedet. A szerelemben akár titkos viszonyt is jelenthetnek a lapok. A megérzéseidre hallgatva kell döntést hoznod. A kelyhe 9-es állapota egy felszabadult állapot. Az a hölgy valamit tisztán lát, jó hangulatban van, egy boldog időszak veszi kezdetét, és jó döntéseket hozott. Élvezi az életet akár párkapcsolatról, akár munkáról van szó, biztonságban van, és jó légkör veszi körül. Használd a megérzéseidet, figyelj a jelekre, és fejleszd a spiritualitásodat. Az oroszlánoknak a kardok királynőjét kaptuk, a főpapot és a kardok 8-ast. Ebben az időszakban a tiszta gondolatok és a kommunikáció fókuszban lesz. A kardok királynője, akár te is lehetsz egy higgadt, éber, éles eszű ember, aki megtartja a távolságot, és nem mindenkit enged magához közel. Ha kell, meg tudja védeni magát az éles nyelvével, hiszen látjuk a kardot a kezében, de csak akkor használja, hogyha szükség van rá. A főpap tarólapja egyfajta áldást jelent, tud, hogy támogatva van minden, amit szeretnél, hiszen ez a lap védelemre utal. Az is lehet, hogy egy olyan ember vagy, illetve olyan emberekkel fogsz megismerkedni, aki segít neked spirituális szinten. Hiszen az 5-ös szám a mentális egyensúly száma, a belső erő a biztonság száma. Egyfajta szellemi vezető, tanító is lehet. A szerelemben is a komoly kapcsolat, házasság, ami előtérbe kerülhet, a család, akár keresztelő, hitelesítés. Üzletben is mindenképpen segítséget jelent, pozitív dolgokat, egy vezető szerepet. Egészség szempontjából a hastáékra kell vigyázni, gyomorra, has, epe tájékára. A kardok 8-as, egy figyelmeztetés, hogy tartsd meg a nyugalmadat, hallgass az intuíciódra, és
ha lennének korlátaid, amit saját magadnak állítasz fel, azt most szépen elhagyhatod, hiszen látjuk, hogy az a hölgy kardokkal van körülvéve. Az is lehet, hogy a negatív gondolatok, vagy a kommunikáció, ami gátol téged, hiszen a kardoklapok mindig a gondolatainkat mutatják. Az is lehet, hogy egyfajta gát adsz magadnak, ez lehet akár egy diéta, vagy bármi lemondás. A kártyáim azt üzenik neked, hogy tartsd meg ezt a belső erődet, tisztíts ki a gondolataidat, semmilyen negatívumot ne engedj az életedbe. A szüzeknek a kardok ötös kaptuk, az akasztottat és az érmék hármast. A kardok ötös tarólapon látjuk, hogy az a férfi, az az indián férfi fájlalja a fejét, az is lehet, hogy kommunikációban akadtak problémák, rossz indulat, vagy valamilyen kudarc, akár családban, munkahelyen, hiszen a kardoklapok mindig a gondolatainkat, a kommunikációnkat mutatják. Az akasztott arra hívja fel a figyelmet, hogy meg kell állítanod ezt a negatív energiát, nem szabad másokkal foglalkozni, csak saját magaddal. Más szemszögből kell nézni a világot. Látjuk, hogy az az indián férfi fel van akasztva, mégis a lába egy négyest formál, ami a föld száma, ami a biztonság száma. Egy kicsit le kell állni, és át kell gondolni a helyzetet. Ha új munkát szeretnél, új párkapcsolatot, vagy változtatni szeretnél, vagy ha úgy érzed, hogy az életben valamilyen fennakadás áll fenn, akár egy életmódváltás, párkapcsolat, más szemszögből kell nézni a világot. A folyamat hosszabb lesz, hiszen tanulásra van szükség, bele kell tenni az energiát. A kártyáim azt üzenik neked, hogy egyelőre ne változtass semmin, minden időben érkezik majd. Az utolsó tarólapon látjuk, hogy az a férfi valamit tanul, így nappal látéve, ott a könyvszimbóluma képzi magát, képzi a tudását, az is lehet, hogy hosszabb a folyamat, viszont kézzelfoghatóvá válik majd anyagi tekintetben hosszú távon. Egy magasabb szintre léphetsz te is, ha képzed magad, beiratkozol valamilyen iskolába, vagy akár a spiritualitás által fejleszted magad. Mindenképpen tovább lépés mutatnak a lapok, bár bele kell tenni az energiát, hiszen az előrehaladás folyamatos, csak lehet, hogy egy kicsit lassabb. A mérlegeknek a botok ászát húztam, az érmék lovagját és a kelyhek tízest. Csupa pozitív lapok, ragyogó színek, tűz, energia van a képen. Most valamit elindíthatsz. Az ász mindig az elindulást jelenti, egy kedvező lehetőséget, ami kézzelfogható és nagyon hamar jön. Egy új izgalmas időszak, egy találkozás, vagy egy új munka, ami várhat rád, egy izgalmas kaland. Nyugodtan vállalhatsz kockázatot, mert most minden támogatva van. Ha az anyagi területet szeretnéd erősíteni, az is meg lesz, hiszen az érméklapok ezt megerősítik. Ha munkát szeretnél, lesz segítség abban is, hiszen ott van a stabilitás. Gyakorlott, stabil ember vagy, akiben tűz van, energia, és képes tenni magáért és másokért is. Hiszen a kelyhek tízes tarólapján egy családot látunk, a kelyhek a szivárványban gyönyörűen ragyognak, ott van egy gyermek, a tízes egy beteljesülést jelent, egy új ciklus kezdetét, itt megvan a bizalom, olyan, mintha célba értél volna. Bármit is szeretnél megvalósítani, az hamarosan új lehetőséget hoz neked, akár párkapcsolat, család vagy munka területén. Itt az energiák ki vannak egyenlítődve, kívül, belül, akár a családalapítás, vagy egy szép új közös jövő, minden támogatva van. A skorpióknak a botok hármast kaptuk, a kardok tízest, és azért még kilencest. Szép fejlődés van a lapokban, a számokon látszik. A botok hármas egy tüzes lap, látjuk, hogy a hölgy elindul, akár csak a középső tarólapon. Itt valamit elindíthatsz, ami valószínű, hogy a lelki és az anyagi stabilitásodhoz hozzájárul, valami bestabilizálódik, akár egy munka, egy vállalkozás, bármi, ami kézzelfogható. Jó kilátások vannak most a stabil alap eléréséhez és megteremtéséhez. Látjuk, hogy az első tarólapon is messze tekint a hölgy, a középső tarólapon is elindul az az indián férfi. Még ha nem is látja az út végét, vagy veszélyesnek tűnik, akkor is elindul. A kardok tízes jelenthet műtétet, operációt is, aminek a vége az örömteli, hiszen ott a felgyógyulás, vagy akár egy vizsgát, egy munka végét is jelentheti,
mindenképp elengedés szükséges. Valamit magad mögött kell hagynod. Akár egy munka, akár egy párkapcsolat, az eredmény meg lesz. Hiszen látjuk, hogy az érmék 9-es tarólapon az a hölgy aratt. Ez egy szerencsekártya, akár anyagi nyereséget, nyereményeket, plusz pénzt is jelenthet, akár a szellembeesés is megtörténhet. Nyugodtan kockáztass, változtass, mert minden támogatva van az élet minden területén. A nyilasoknak a kelyhek 3-ast kaptuk, az érmék 7-est és a világ tarólapját. Csodálatos energiák, nyitottság van ezen a héten, testi-lelki egyensúly. Az első tarólapon látjuk, hogy az a három hölgy valamit ünnepel, jó társaságban van, jól érzi magát. Pozitív fejlődési folyamatok indulnak be. Öröm van, az élet élvezete a képen. Akár szerelmi boldogság is lehet, hiszen a lelki egyensúly is, és az anyagi biztonság is ott van. Jó eredményeket mutatnak a kártyák, hiszen az érmék 7-es lapon maga a zöld szín, az anyagiak, a pénz, a munkaterülete, ami most bestabilizálódik, az is lehet, hogy már rég terveztél valamit, vagy beindítottál valamit, türelemre volt szükség, lassú a növekedés, de akkor is beindul, és nagyon kedvező a fejlődési folyamat. Itt most türelmesnek kell lenni, hiszen látjuk, hogy az a kéz valamit aratt, valamit levesz arról a fáról. A világ tarólapja az utolsó nagy arkánum, ami a teljességet, a megérkezést mutatja. Megtalálod magad a világban, eléred a célodat, akár anyagilag, munka, párkapcsolat területén csupa pozitív, örömteli folyamatok indulnak el most neked. Akár a gyógyulás, akár a munka, akár az érzelmek területén. A bakkoknak a napot kaptuk, a kardok lovagját és a kelyhek lovagját. Gyönyörű színek, gyönyörű energiák. A nap tarólapja szinte mindent támogat, ez egy tüzes energia, maga az egyes, bármit el szeretnél indítani, az most támogatva van, és mivel személyjelölők jelentek meg, lesz támogatás és pártfogó is ebben. Akár egy új szerelem, akár egy új munka, esküvő, gyermekfogantatás, költözés, a nap kártyája mindent támogat. Az üzletben is minden jól halad előre, anyagi gyarapodás lehetséges, egészség szempontjából a fejen lévő dolgokra kell ügyelni. Ha párkapcsolatot keresel, akkor is lesz választék, hiszen két lovagot is kaptunk. A kardok lovagjegy, levegős jegyű, aki fejben van, nyitott, a kelyhek lovagja pedig egy romantikus, jóérzésű ember. Romantikus hangulatban leszel, látjuk, hogy az utolsó tarólapon is az indián férfi egy virágcsokrot nyújt. Az is lehet, hogy kisebb meglepetésekben lesz részed, hiszen látjuk a naplementét, a romantikus hangulatot, a víz energiáját. Ez egy szeretetteljes légkör, amiben leszel, jó ajánlatokat, vidám békés időszakot mutat. A vízöntőknek az érmék 6-ost húztam, a kardok 7-est és a kardok 6-ost. A 7 megfelelő energiával működik, hiszen látjuk, hogy támogatva, van minden, ott van a 8-as, a lemniszkáta, az égi segítség. Itt az adás-kapás egyensúlya rendben van. Az is lehet, hogy jó akarokkal vagy körülvéve, a szerelemben is minden úgy alakul, ahogy szeretnéd. Itt kölcsönös a támogatás, a segítségnyújtás, mivel érmék vannak a képen, plusz pénzt is jelenthet, jutalmat, fizetésemelést, bármilyen pozitív energiát. A kardoklapok arra figyelmeztetnek, hogy maradj egyensúlyban, ne agyalj túl sokat a helyzeten, viszont légy résen, mert valamit magad mögött kell hagynod és le kell zárnod. Látjuk, hogy az a hölgy a középső tarólapon óvatosan hátra tekint. Az is lehet, hogy valaki őszintétlen vele, vagy valamilyen hamisság van akár a munkahelyen vagy családban. A kártyáim azt üzenik neked, hogy használd nyugodtan az éles eszedet, a kommunikációdat tisztán, és hagyd magad mögött a helyzetet. Úgy, mint az utolsó tarólapon az a hölgy, mindent felpakolt az összes értékét a csónakra, és új vizekre elvez, elhajóz. A kardok 6-os akár egy költözést is jelenthet, ami megvalósul, egy utazást, bármit, amit el tudsz indítani, új ismeretlen területekre mész,
A változás az garantált, az is lehet, hogy ki kell lépni egy régi kapcsolatból, helyzetből, embereket kell elhagyni, vagy akár munkát, viszont lesz segítség hozzá, ha nehéznek tűnik az út, akkor is bele kell vágni, maximálisan támogatva van. A halaknak a kardok hármast húztam, a botok királynőjét és a kardok apródját. Az első tarólapon látjuk, hogy egy szív át van szúrva, ami csalódást mutathat érzelmi területen, vagy kijózanodást, vagy valamire rájössz, magad mögé teszed, és megerősödsz. Itt elhatározásra van szükség. A kártyáim azt üzenik neked, hogy itt a veszekedésnek nincs ideje, józanul kell dönteni. Akár operációt is mutathatnak a kártyák. Szerelmi bánatot, csalódást, viszont a botok királynője hét közepére már stabilitás mutat. Valamit elengedtél, öntudatos vagy, büszke, temperamentumos, ott van a tűz a képen, egy stabil hölgyet látunk, akinek van segítsége, hiszen a kardok apródja, akár a családban a gyermekeket is, vagy a pártfogókat is mutathatja, mivel a kardok a gondolatok kártyája, az is lehet, hogy valamit kigondolsz, amit meg szeretnél valósítani. Hogyha kritikát kapsz, vagy valaki támad, védd meg magad, hiszen látjuk, hogy a kardok apródja kezében is, ott van a kard, meg tudja védeni magát. Ne vegyél semmit a szívedre, tarts meg magadban a stabilitást, a tüzet, és ne foglalkozz a rossz nyelvekkel.